Mm-hmm.
Kerékhajtású autó után egy kétkerékhajtású járgány. Az M3 autó Kft. Citroen Total Rally Team kettőse Butó Robert és Holzer Dániel, akik úgy gondolom, hogy fantasztikus eredményt tesznek le ismét az asztalra, hiszen egy murvás versenyen a kétkerékhajtású Super 1006-os méregzsákkal az abszolút 14. helyre, hát idézően sem mondom, pofátlankodnak előre. Mennyire vagy elégedett te magad a saját teljesítményetekkel? Én igazából a versennyel vagyok elégedett. Egy nagyon-nagyon jó versenyen vagyunk túl, ami számunkra persze kedvezően alakult. Tökéletes volt az autó, tökéletes volt a csapat, nagyon jól tudtunk a Danival együttműködni. Sói erdőn akkorát élveztünk mindenkettel, hogy az páratlan volt mind a kétszer, és ez megadta az egésznek az ízét. Úgyhogy azt mondhatom, hogy nagyon boldogok vagyunk, és egy szuper verseny volt számunkra. A csoport győzelmért járó serleget Butó Robert és Holzer Dániel vehetik át Dudás Kokó Gyulától, az MNS RSB vezetőjétől. Akkor egy fotó erejéig kérlek, álljatok össze még egyszer. Tehát hölgyem és uraim, Butó Robi és Holzer Dani azon túl, hogy itt nyertek, bebiztosították ezzel, illetve megszerezték a 2010-es esztendő magyar bajnoki címét, Super 1060 és az A csoportban egyaránt.